Ez a Hírek Plus, a Szolnok Televízió reggeli híradása április 20-án, kedden. Köszöntöm nézőinket! Füstérzékelő és poroltó beszerzését javasolja mindenkinek a katasztrófavédelem. A megelőzés nem csak életeket menthet, de az anyagi kárt is minimalizálhatja. Szombaton egy 10 emeletes lakóház felső szintjén ütött ki tűz a Móra Ferenc úton. A nádas tüzek után azt gondoltuk, hogy a esős idő véget most már pihenhetnek a tűzoltók, nem így történt. Hétvégén tűzeset volt Szolnok egyik népes lakótelepén, mit kell róla tudni? Való igaz, április 16-án riasztották a tűzoltókat Szolnokra, a Móra Ferenc utcába, ahol egy 10. emeleti társasházi lakás konyhájában keletkezett tűz. Az esethez a szolnoki hivatásos tűzoltók vonultak, ők a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett jutottak fel a lakásba, ahol azt látták, hogy a konyha teljes terjedelmében ég, és a tűz kezd átterjedni a nappalira is. A tűzoltóknak sikerült egy vízsugárral megfékezni a lángokat, addigra szerencsére a lakónak is sikerült kimenekülnie a lakásból. Mint kiderült, a tüzet az okozta, hogy a lakó zsiradékot tett föl melegíteni a tűzhelyre, sütéshez készülődött, ám ezt magára hagyta, és a felforrósodott zsiradék lángra kapott, és ez terjedt tovább a konyha többi részére. A beavatkozás idejére a társasházat ki kellett üríteni, mindez azt jelentette, hogy mintegy 140 embernek kellett elhagynia az otthonát a beavatkozás idejére, ők azonban később visszatérhetnek otthonaikba. Mi a specialitása egy ilyen magasházi tűznek? Gondolom, hogy itt más felszerelés, más állomány kell, de lehet, hogy nem. Természetesen nagyobb erőre van szükség a tűz megfékezéséhez, már csak annak okán is, hogy egy társasházban ilyenkor, mivel tűz van, nem tudni, hogy az egyes berendezések hogyan, mi módon működnek, különös tekintettel a felvonóra, tehát ilyenkor a tűzoltók akármennyire is magasan van az épület, ahova be kell jutni, vagy a lakás, nem használhatnak liftet, hiszen nem tudni, hogy annak a működése az hogyan, mi módon tud megvalósulni. Éppen ezért nekik természetesen gyalog kell feljutni az épületre, illetve oda kell felvinni a vízsugarat is, tehát nagyon-nagyon hosszú alapvezetéket kell szerelniük, és természetesen speciális az abból a szempontból, hogy ilyenkor magasból mentőt is adott esetben igénybe kell venni, hogyha mondjuk a lakók az erkélyre menekülnek, és már nincsen más lehetőségük menekülni, akkor magasból mentőt kell felállítani, és azzal kell megkezdeni a mentési munkát. Mi a konkrét eset tanulsága? Hát természetesen az, hogyha főzéshez, sütéshez készülődünk, akkor a zsiradékot lehetőleg ne hagyjuk felügyelet nélkül, figyeljünk arra, hogyha felforrósodott, akkor kezdjünk hozzá a sütéshez, és ne hagyjuk magára. És természetesen fontos megemlíteni, hogy legyen porraloltó készülék odahaza, hiszen azzal a kezdeti tüzeket meg lehet fékezni, és ha még egyet javasolhatok, akkor mindenki vásároljon füstérzékelő berendezést. Itt is a konkrét esetben az jelentette a problémát, hogy a háznak a lakója gyakorlatilag az olaj felmelegítését követően elaludt. És arra kell, hogy folytogatja a füst. Egy füstérzékelő pont ezt előzi meg, tehát a füst legkisebb jelére hangos sípoló jelzést ad, ez pedig lehetőséget biztosít a lakóknak arra, hogy sértetlenül kimeneküljenek a lakásból. A hétvégi eset a kijárási tilalom, tehát 22 óra előtt következett be, így sokan figyelték az utcáról az oltást. Ezúttal is jó pár kedves nézőnk mozdult meg felhívásunkra. A szerkesztőségünk betucatjával érkeztek a fotók és videók a hétvégi eseményről. Ugye tudják, nem csak ötleteikre, témajavaslataikra van szükségünk, de várjuk az önök által érdemesnek, érdekesnek ítélt képes beszámolókat is. Ezúttal Szabó Anikónak, Mihály Jánosnak és Márkus Evelinnek, valamint azoknak mondunk köszönetet a hétvégi képekért, akik anonim küldték be a rendelkezésükre álló fotókat és videókat. Több tucat zsák szemét gyűlt össze szombaton. Az Egészséges Tiszáért és Tiszta Tisza partért elnevezésű szemétszedő akción több száz szolnoki és csaknem 17 önálló szervezet vett részt. Több száz szolnoki gyűlt össze szombaton délelőtt, hogy közösen tisztítsák meg a belvárosi Tisza szakaszt. Onnan jött az ötlet, először is, hogy amikor futottam itt a Tisza parton, akkor pont kezdett visszaapadni a víznek az állása, és akkor láttam, hogy egyre több hordalékot és petpalackot, szemetet hagyott maga után.
és már más kezdeményezéseket is láttam a Tiszatónál, ahol kajakkenu egyesületek megszervezték ezt a személygyűjtést, és akkor jött az ötlet igazából, hogy nagyon jó lenne, hogyha mi is az egyesülettel együtt a vizen meg tudnánk szervezni ezt a személygyűjtést, és akkor kerestem fel az NHS-t, aki nagyon lelkes volt, és nagyon tetszett neki az ötlet, és ekkor megegyeztünk egy időpontban, ami sajnos nem tudott megvalósulni, úgyhogy most van ez az újabb időpont. Igaz, hogy itt is most még csak a parton lehet ezt a gyűjtést elkezdeni, a vízre nem tudtunk szállni, hát várjuk, hogy jobb idő legyen, és a vízállása engedélyezze azt, hogy mi is partra tudjunk szállni. 21 éve vagyunk túl a nagy tiszai cián szennyeződésről, és soha senki nem gondolta volna, egy hasonló jellegű kommunális hulladékot fog lehozni mégis a Tisza. Ukrajnából és Romániából a Tisza áradása következtében jelentős mennyiségű hulladék érkezett. Kötivizik szakemberei Észak-Tiszán megpróbálták megfogni ezt a hulladékot, de az áradás következtében nem sikerült az összeset, így megérkezett a megyébe és így Szolnokra is. Civil kezdeményezésre, de mégis az NHS, illetve a Kötivizik állt ennek az élére. Most április 17-én sok száz fő, 17 civil szervezet, intézmény, politikai pártok álltak emellé a kezdeményezésre. Az NHS-nek összességében nem kötelessége ennek az élére állni, de ezt nem lehetett így hagyni ilyen formában. Most úgy tűnik, hogy sikeresen gyűjtjük a hulladékot, rengeteg gyűjtőponton konténert helyeztük ki, és nagyon remélem, hogy a nap végében arról tudunk beszámolni, hogy sok 10 tonna hulladékot sikerül összegyűjteni a Tisza mentén. A mostani árvíz abba különbözött a korábbiaktól, hogy a vízhozam nagysága indokoltá tette a duzzasztás megszüntetését Kiskörénél, és így ott a szemétnek a nagy részét nem tudtuk visszatartani, mint ahogy eddig a korábbi árhullámoknál ez sok esetben megtörtént, és ez a szemét tovább úszott a Tisza alsóbb szakaszára, ide a Közép-Tiszára is. Több helyen számoltuk a petmalasz mennyiségét, hogy egy perc alatt mennyi úszik át. Hát ez változott a percenként 5-től a percenként 150-ig. A rossz hír az az, hogy ennek a nagy része itt maradt a Közép-Tiszán, és szükség van az összegyűjtésére. Hát közvetlenül az árvíz után március első napjaiban akkor itt a belterületi szakaszon 10 tonna hulladékot gyűjtöttünk össze pár nap alatt, és hát azóta is jelentős maradt, tehát azóta is folyamatosan csináljuk, és a mostani önkéntes hulladékgyűjtés azért óriási segítség a Tiszának és a városnak is. A szemétszedésen részt vett Szalai Ferenc is. A polgármester elmondta, a sorozatos akciók ellenére is még mindig sokan szemetelnek a városban. Tavaszhoz álljunk neki úgy, hogy legyen rendben a város. Nálunk bent a Koszorút környékén mi is lakók összegyűltünk, és megtettük, amit ilyenkor illik megtenni. Ez a kérdés egyébként nem kérdés kis településeken. A tavaszt úgy várják, hogy akkor rendet teszünk. A telet szintén úgy, hogy megint rendet teszünk. Az egyik a nyitás, a másik a zárás időszaka. Úgyhogy itt nekünk is azt gondolom, hogy ez egy komoly feladat egy ekkora városban. Minél többen veszik ezt komolyan, annál rendezettebb és tisztább a város. Mindenki legyen szíves figyelni a környezetére így is, hogy ne hagyjuk azt, hogy legyenek olyanok, akik tönkreteszik mások munkáját. A rend, a tisztaság az mindenkinek azt gondolom, hogy elemi érdeke, és bízom benne, hogy igénye is. Nagyon fontosnak tartom a környezetvédelmet, a város tisztaságát. Ez a város egyik legszebb területe. Ide járnak a családok feltöltődni gyerekekkel. Nagyon fontos, hogy tiszta legyen, ápolt legyen. Mindenkinek fontos kell, hogy legyen, és ez azon túl mindenkinek szép, ha rendbe tartjuk. Mindannyiunknak. Nem csak azoknak, akik itt most dolgoznak, érte. Azt kellene érni, hogy ne dobálják el a szembe. Tehát a város biztosítja azt, hogy megfelelő személygyűjtőket, és tehát lehetne hova bedobni ezt, amit most itt szétszórtak. Tehát csak szándék kérdése és szoktatás kérdése. A gyerekeknél kell elkezdeni ezt a folyamatot, hogy őket neveljük arra, hogy becsüljék a környezetüket, óvják, és a szemetet is megfelelően gyűjtsék, és mindig a megfelelő helyre a gyűjtőkbe tegyék le. Szintén civil kezdeményezésre tisztult meg a Zagyva part is szombaton. Az akció során több tucat zsáknyi szemét gyűlt össze a két folyó partján. Három halászati hasznosító összehangoltan telepített kecsegét szombaton a Tiszába és a Körösökbe. Az összehangolt akció első állomásán Szolnoknál 176 kg hal került a folyóba.
Annak ellenére, hogy a kecsege jelenleg nem fogható, fontos a faj fenntartása, mondta Donkó Péter, a Közép-Tiszavidéki Horgász Egyesületek szövetségi titkára. Segítetek kiönteni a vízbe a halakat? Beengedni a vízbe? Óriási élmény a gyerekeknek, amikor szó szerint kézközelből ismerkedhetnek a halakkal. Kecsegével amúgy sem minden nap találkozhat az ember. Nem csak szép, különleges hala ez a Tiszának. Három halászati hasznosító, a Körösvidéki, a Közép-Tiszavidéki és a Csongrád megyei Horgász Egyesületek Szövetsége együtt egy termelőtől összehangoltan vásárolt kecsegét, ezeket telepítették a Körösökbe és a Tiszába. A mai napon itt Szolnokon 176 kiló kecsege került kihelyezésre, ezek ilyen 60 dekás átlagsúlyúak voltak, de található volt benne 1 kilós is. Az autón, a gépjárművön majdnem 10 mázsa kecsege található, és ez lesz kitelepítve a három megyében szétosztva. Kecsegét több mint 10 éve telepítenek a folyóba. A téli időszakban a kormaránok kedvelt csemegéje, hiszen hengeres formája miatt könnyen le tudják nyelni. Annak ellenére, hogy folyamatosan gyérítik a kormaránokat, nagy pusztítást végeznek. Annak ellenére, hogy a kecsege nem fogható, fontos, hogy fennmaradjon az állomány. Ez a hal a horgászok számára nem fogható státuszban van, tehát hogyha horgászat közben mégis horogra akad, akkor nem viheti el a horgász, hanem vissza kell helyezni a folyóba. De mégis fontosnak tartjuk ennek az állománynak a növelését, hiszen Közép-Európában a legnagyobb kecsege állomány, illetve mondhatom a legstabilabb kecsege állomány itt a Közép-Tiszán, illetve a Tisza alsó szakaszán található. Tehát fontos számunkra, hogy ez az állomány nőjön, illetve ez az állomány a jogszabály elülállása alapján is tartósan fönnmaradjon. Tehát ez a hallgazdálkodó érdeke. A követségünk a tavalyi év és az az előtti évben, a téli hónapokban egy halászati szakértővel, mintavételes módszerrel, több helyszínen, folyamatosan halászeszközzel mintázta a kecsegeállományt. Tapasztaltunk nagyméretű kecsegéket, illetve a teljes szortimentet a 10 centistől a 60 cm-esig, és elég szép számmal, tehát tapasztalatunk szerint a Tisza egyes szakaszain nagyon bőven találhatók, nyilván vannak olyan részek, ahol a fogási eredményeink nem voltak olyan fényesek, de én úgy gondolom ez alapján, illetve majd a későbbi vizsgálataink megmutatják, amit majd tovább folytatunk, hogy a stabil és önfenntartó állománya van a fajnak itt a Tisza folyón. Az előző években Szolnokon a Tiszai halnapján telepítettek kecsegét, akkor közel 100 kisgyermek ünnepelhette az állomány növelését. A hétvégi akció idén az első telepítés volt. Előző években egyszer történt telepítés, ugye, mint mondtam, a Tisza hal napja a keretében, most kétszer fog, tehát most van egy tavaszi telepítés, illetve lesz szeptember végén nálunk egy újabb a Tiszai hal napjával egybekötötten. Azokat a halakat már hal jellel fogjuk ellátni, és a halászataink során az elkövetkező években pedig nyomon követjük a halak útját, illetve hogy a halak nyilván mikor kihelyezzük a testméretüket, hosszukat és súlyukat megmérjük, és a halászat során, ha jelölt halak kerülnek a kezünkbe, szintén tömegmérés és teszthossmérés, és ebből látjuk, hogy mennyit fejlődött az eltelt idő alatt az adott hal a Tisza folyóban. Nem csak kecsege kerül évről évre a Tiszába. Néhány nyaras nyurgapontyot, süllőt és harcsát is telepítenek minden esztendőben. 2020-ban csak pontyból 600 mázsát juttatott a Közép-Tiszavidéki Horgász Egyesületek Szövetsége a folyóba. A fogási napluk egyesítése alapján a horgászok ebből közel 300 mázsát ki is fogtak. Kedves nézőink, Önök a Hírek plusz a Szolnok Televízió napindító hírműsorát látták. Friss információkkal a szokott időben 19 órakor az Aktuálisban várjuk majd Önöket. Számítunk figyelmükre, tartsanak velünk akkor is.